ver. Egészítsük ki a bevételi forrás, és őket azért tudjanak élni. Utána pedig lehet
azért is csak látjuk, most már Németországban is mindenhol ezeket az intézkedéseket, úgyhogy szintén nézzük, hogy melyek azok, amelyek jól működnek. Persze anyagi forrásokat kell elteni, de nem várhatjuk el, hogy most így magától megmutatjuk. Tehát akkor így összegezzük ezt a beszélgetést majd a május 15-től majd ilyen fokozatos visszatérésre, a kreatív megoldásokat szerintem türelemre kell számítsunk, úgyhogy mindenképp majd szerintem meglátjuk, hogy hogyan is fog alakulni az életünk május 15 után. Nagyon szépen köszönöm Andi, hogy ezt a hiteles tájékoztatást, illetve azt a gazdasági gyors talpalat, mert én nagyon-nagyon sok kérdésre tudtunk választ adni, mert a hallgatóink itt nagyon sokan jelezték, hogy azért vannak a dolgok, ami nem egyértelműek. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen még egyszer, jó munkát kívánok neked továbbra is, illetve hasonlóan kreatív megoldásokat az életben. Köszönöm szépen, én is nektek vigyázzatok egymásra. Remek, köszönjük. A vendégünk egy Csíp Andrea volt, az RMDS Szociális Ügyekért felelős szakpolitikusa. 10 óra 33 perc van, és másítom velünk a Wolf Köté, valamint a szerelem miért múlsz. Igen, ez az időszak nem egy leányáló, de van egy oázis, ahol erről megfeledkezhetsz egy kis időre. Ezért a nap legfontosabb közérdekű információjával folytatjuk ezért a